Elemére szép kerekszámhoz érkeztél, hogy hamarosan. De kezdhetjük egyből inkább a következő kérdéssel? Persze, természetes, igen. Hogy volt ez annó, az 2015, talán egy videóton elleni mérkőzés után volt, hogy odadugták az oldalra a mikrofont. Igen, az pontosan már most nem tudom az időpontot, de igen, így volt. Nyilván én ezt azért mondtam, mert sokkal jobban szerettem volna, hogyha a riporter esetleg a mérkőzésről kérdez, nem másról, meg egyébként sem volt olyan nagy jelentőségű, mert nyilván akkor is, és utána is mondtam, hogy nem igazán hiszem, hogy én megbántottam volna akkor azzal bárkit, de azóta már a szurkolókkal összeültünk, és tisztáztuk ezt az egész dolgot. Úgyhogy... Mi volt ott a gond? Ugye ez korai meccs volt, pár forduló telt el, azt hiszem a Loki akkor pont harmadik helyen végzett abban az idényben a végén, tehát előtte nyertél bajnokságot a Lokival. Hát mindegy, de hát hogyha a csapat nem nyer, akkor nyilván mindenki szeret nyerni, és ha nem nyer a csapat, akkor természetesen az emberek feszültebbek. De neked jó viszonyod volt a szurkolókkal, nem? Debrecenben. Jó, igen. Tehát az előtte 2012-ben nyertél bajnokságot veretlenül, azért igen. Az nem jellemző Magyarországra. 66-ban volt utoljára, akkor is az 26 mérkőzés volt a Vasasnak, mi pedig 30 mérkőzésen, nekünk 30 mérkőzésen sikerült. Látszik, hogy nem olyan egyszerű, mert azóta se sikerült senkinek. Hát igen, és az nem a 12 csapatos NBA volt még, hanem az a 16 csapatos 16. volt, igen, igen, igen. Tehát 30 mérkőzésen kellett veretlennek maradni, és az sikerült is. Összesen 8 döntetlent értünk el 22 győzelem mellett, és rengeteg gólt is szereztünk, valamint keveset is kaptunk. És az érdekes, hogy a kupát is veretlenül nyertük, ugye. Most érdekes, hogy úgy hangzik, de ott voltak oda visszavágós meccsek is, tehát akár még ott ki is kaphattunk volna valamelyiken, de veretlenül. Egyetlen egy vereségünk volt, egy ligakupa találkozón, Kecskeméten kikaptunk egy ligakupa meccsen. Abban az évben az az egy vereségünk volt, még edzőmeccsen sem kaptunk ki. Ez furcsa, hogy csak 10 év távlatával beszélünk, de akkor még olyan, mintha még hagytak volna dolgozni edzőket. Tehát megnyertél egy bajnokságot, utána a következő idényben hatodik lettél a Lokival, 13-ban azt hiszem, és igen, megint de bajnokságot. Nyertünk, de kupát igen. Nyertünk, igen. Tehát hagytak dolgozni, de nem volt az, hogy pár mérkőzés, és akkor viszont látom. Igen, itt nem volt jellemző Debrecenben az, hogy kapkodtak volna. Szima úr nem volt egy kapkodós fajta. Eleve már én úgy kerültem oda az első csapathoz, hogy 10 évig a második csapatnál dolgoztam. Vagyis hát közben volt egy kis kitérő, mert voltam a Szentes Lázár segítője bő 2 évig, majdnem 2,5 évig az első csapatnál. És utána újra folytattam a második csapatnál. Előtte ugye junior csapat, második csapat, mert a Létavértes az tulajdonképpen egy fiók csapata volt a Lokinak. Debrecenben edzettünk, csak kint játszottunk Létavértesen. A Létavértesnél volt játékosod, aki utána a felnőtt csapatban veled bajnokságot nyert? Rengeteg. Így van, rengeteg. Tehát sorolhatjuk akár a Nagy Zolitól kezdve, a Korhut Misi, a Varga Józsi, a Szűcs, a Bíró, tehát rengeteg, Spitzmüller, Rezes Laci, rengeteg, nem akarok kihagyni senkit, de sok játékos volt, aki utána ugye megnyertük az NB3-as bajnokságot, fölkerült a csapat NB2-be, akkor még lehetett a második csapatoknak NB2-be lenni, és ott pedig kétszer voltunk másodikok, nem is juthattunk följebb, mert nem lehetett, de kétszer voltunk másodikok a bajnokságban, egyszer a Fradi mögött, akkor jutott vissza a Ferencváros az első osztályba, valamint a következő évben meg a Szolnok mögött lettünk azzal a fiatal csapattal másodikok. Lukász például, Lukász, Vinicius, tehát most tényleg nem akarok kihagyni senkit, mert egy fiatal csapat volt, és tulajdonképpen erre a csapatra épült az is a Bandi idejébe, amelyik megnyerte a Liga kupát. Igen, ez olyan 2009-10-ről beszélünk, ugye? Igen. 8-9-10, igen. Tehát te utána oda kerültél a Lokihoz, igazából ezekkel a srácokkal folytathattad, ugye vele a kezed alatt nőttek föl. Igen, tulajdonképpen. Mondhatni, hogy egyszerű dolgod volt ezeket a gyerekeket koordinálni? Igen, egyszerű volt, mert tudták, hogy együtt dolgoztunk, tudták, hogy mit várhatnak el, tudták, hogy dolgozni kell, én is ismertem őket, ők is ismertek engem. Meg eleve, ugye a Debrecenre korábban is, tehát jellemző volt, hogy a csapat nagy része azért saját nevelésű játékosokból állt, tehát a kétharmada legalább saját nevelésű labdarúgó volt, meg alig volt külföldi tulajdonképpen, és így könnyebb volt dolgozni. Ismerték a játékosok egymást, tehát fontos az, hogy legyen egy mag, és itt pedig Debrecenben megvolt az a mag. Sok helyen, sok csapatnál pontosan ez a probléma, hogy nincs meg az a mag, és nem lehet szépen folyamatosan lépésről lépésre építkezni. Abból a csapatból talán most Bódi Ádám még, aki ebben a mai Lokiban is játszik. Hát ott ugye? Van a Bódi Ádám, a Varga Józsi. Meg a Józsi. Józsi, igen, a Szécs is volt. Úgyhogy igen, abból a csapatból, amelyik bajnokságot nyert, valószínűleg bajnokok lettünk. Jó munkát végeztél.
Mert? Hát mi mindig NB1-es játékosok, és kellenek. Ja, igen. Hát igazából ugye 22 éve vagyok edző, vagy hát lehet mondani korábban, mert kétszer voltam játékos edző is Püspökladányban egy meccsereig, akkor nyertünk is, és utána pedig a Kabai Meteoritnál ott voltam egy fél évig játékos edző, ott pedig megnyertük a megye első osztályi bajnokságot. Tehát ott kezdődött az edzői karrierem, aztán utána 2001-ben kerültem a Lokihoz is, tulajdonképpen 22 éve dolgozom edzőként. Ez alatt én azt tudom mondani, hogy szerencsésnek mondhatom magam, mert a legtöbb csapatnál sikeres voltam. Kevés olyan hely volt, itt a Vasas tudjuk mondani, ahol nem sikerült igazából eredményt, de a többi helyen mindenütt sikerült eredményt elérni. A Győr volt még az, amelyik szűk 3 hónapot voltam, de ott a Covid ugye behatárolta az egész lehetőségeket. Ugye oda kerültem, már kezdtünk volna kiegyenesedni szépen, már nyertünk idegenbe Nyíregyházán, és a következő nap pedig bezárták a bajnokságot, és akkor nyilván akkor úgy döntöttünk ott a vezetéssel, mondtam, hogy nem tudom, mi lesz a jövő, de azt meg tudják oldani a helyiekkel is. Tehát ott te akartál eljönni onnan? Persze, úgy beszéltük meg, mert megkérdeztem, hogy mi a terv, és azt mondták, hogy nem tudják, le kell játszani a meccseket, hát mondom, ahhoz rám nincs szükség. Úgyhogy én akkor inkább hazamegyek, és akkor szerződést bontottunk, vagyis hát visszavettük a szerződést tulajdonképpen annak az évnek a júniusáig, de aztán közben pedig a Lokihoz visszahívtak, mikor kieső helyen volt a Loki, akkor pedig fel is bontottuk, és visszajöttem nyilván segíteni a Lokinak. Most így ezt említed, ha az NB1-et nézzük, a Lokival 170 NB1-es meccsed van. Az a klub történetében a legjobb, legtöbb. Nem, a Bandinak több van. Mint vezetőedző? Herceg Bandinak több van, mint vezetőedző. Tehát ha nézzük, akkor van egy, ugye a Lokinál csinálnak egy rangsort, az edzők rangsorában én vagyok a második, első a Herceg András, én vagyok a második. Jó, akkor legyél második. Igen, mert az 162 volt először, utána pedig... Aztán 8. Utána pedig 8, 174 van pontosan. Ugye beszéltünk korábban, a Kisvárda, nagyon szép, hogy feljutattad az NB1-be őket, aztán kapták 2 meccset. Azért ez Magyarországon... ez a másik véglet, hogy valaki 2 mérkőzés után távozik. Há, jó, hát az a 2 mérkőzés az már csak ajándék volt, tehát én tudtam, hogy nem fog az sokáig tartani. Tehát össze voltam pakolva, úgyhogy... Bántott a dolog? Egy klubnál addig tart egy munka, amíg a klubvezetés úgy ítéli meg. Sajnos ezt el kell fogadni. Hát nyilván, nyilván, van önbecsülése, meg van, szakmai híjúsága. Persze, nyilván szerettem volna tovább dolgozni, de ennyi adatot meg. Nyilván 2 vereséggel nyitottunk, mentünk a akkori bajnokhoz, meg mentünk az előző bajnokához. Tehát nem volt egyszerű dolgunk, úgy, hogy két héttel a bajnokság kezdete előtt még 13-an edzettünk. Nem kell mondjam, akarok magyarázkodni. 2 vereség volt, kész. Azt mondták, hogy ennyi volt, kész. Hát nyilván bántotta az embert, de hát... Ennek klubvezetőként te leváltanád magadat 2 meccs után? Ha te lenne a klubvezető, elküldeni egy edzőt, hogy 2 vereség volt, azért van 30 gondolom, forduló még utána. Én azt gondolom, hogy nem. Sőt, ugyanez volt, hogyha lépünk tovább, Diósgyőrbe ez volt. Ott mondtam a mostani sportigazgatónak, akkor még nem volt ebben a pozícióban, hogy váltani akartok, mert nem azért, mert rólam van szó, de most nem szabad. Most nem szabad, csapat kiegyenesedett, meggyógyultak a betegek, visszajöttek a sérültek. Nyilván egy bajnokság során, 38 mérkőzés során vannak hullámvölgyek a csapat életében, de mondtam, hogy szerintem most nem szabad, 2 nap van a következő bajnokiig, és ha azt meg tudjuk nyerni, akkor megint csinál van a csapat. Most ugye NB2-ről beszélünk. NB2, igen. Mi igen. A különbség, mint edző NB1 és NB2 között? NB2 az fizikálisabb bajnokság. Tehát ott nagyobb hangsúlyt fektetnek a kondicionális dolgokra, tehát ott több a párharc, küzdenek a játékosok. Az NB1-ben inkább jobban a futball dominál. Igaz, hogy egy technikás játékost ott derékba törnek, mondjuk a védők?
nem egyszerű, igen, nem egyszerű, tehát itt is, amikor a Lokival ugye kiestünk, és utána indultunk az MB2-be, akkor elmondtam a játékosoknak, hogy az MB2-ben én dolgoztam ott, az MB2 az nem lesz egyszerű, tehát arra készüljenek föl, hogy mindenki minket akar megverni, és mindenki majd meg akarja mutatni annak a játékosnak, hogy én is vagyok olyan futballista, mint te, akár válogatott vagy, akár több száz MB1-es mérkőzés van a lábadban, úgyhogy erre föl kell készülni. Aztán az első néhány mérkőzésen meg is tapasztalták ezt a játékosok, és jól reagálták le. Ha azt veszük, évekig dolgoztál Debrecen vagy Létavértes, tök négy, hogy fogalmazunk, megvisel egy edzőt, hogyha utána tehát leteszel valamit az asztalra, bajnoki címek, Magyar Kupa győzel meg, és aztán máshonnan meg elküldenek, vagy te jössz el, mert nem olyanok a feltételek. Nyilván ez szerintem mindenkit megzavar, mert én is olyan vagyok, nem szeretem abba hagyni, félbe hagyni a megkezdett munkát. Itt Debrecenben is, ugye, amikor az MB2-ben dolgoztunk, vezettük a bajnokságot, kellett másnak a hely. Nyilván zavart ez a dolog, természetesen. Elkerültem Diósgyőrbe, ott építettünk egy új csapatot, mert ugye ki kellett cserélni, rengeteg külföldi volt, ki kellett cserélni a játékosokat, csak magyarokkal indultunk, szépen lépésről lépésre haladtunk, egyre eredményesebbek voltunk. Jött egy nagyon pici kis hullámvölgy, nyilván ezt tudjuk, mi tudtuk, hogy miért történik ez, mert ugye akkor a közel 80% a csapatnak folyamatosan betegséggel küzdött, tudjuk, hogy milyen betegség volt. És aztán egyik pillanatról a másikra nyilván váltottak. Ezt természetesen nem gondolták, hogy valószínűleg nem bíztak bennem, pedig nem egy kezdőedzőként voltam ott. Tehát akár még a bizalom meg is lehetett volna, mert voltunk már Debrecennel is olyan helyzetben, hogy kikaptunk 4-5-ször egymás után, aztán kijöttünk abból a helyzetből. Csak ugye itt a Szima úrra visszatérve, még a Szima úr, amikor nem úgy ment a csapatnak, akkor azt mondta, hogy miben segíthetek. Amikor meg jól szerepeltünk, akkor azt mondta, hogy nehogy azt higgyétek, már jó edzők vagytok. Tehát pont fordított volt, és mostanában pedig azt látom, hogy ha egy csapat nyer, akkor hú, minden nagyon jó, ha meg nem, akkor meg minden nagyon rossz. Tehát, ezt ő komolyan gondolta? Vagy komolyan mondta, hogy nehogy azt higgyétek, hogy jó edzők? Abszolút vagytok? Komolyan. Tehát ő úgy gondolta, ezzel is presszionált minket a jobb munkára. De sikerült neki? Abszolút, abszolút sikerült. Tehát sikeres időszakokat töltöttünk, sikeres éveket, és nem véletlenül ahhoz datálódik a Debrecennek a sikeres időszak. Azt mit gondolsz, hogy az neked segítette, vagy hátráltatta a munkádat, hogy más kluboknál, mondjuk visszatérve a Debrecenhez, ott beszéltük, hogy a fiatalokkal dolgozhattál együtt már felnőttként is, a fiatal korosztályban, és más klubhoz elkerülve nem ismerted annyira mondjuk akár a közeget, akár a játékosokat? Nyilván az, amikor ismeri a csapatot, meg a játékosokat az ember, meg ők is ismerik az embert, akkor könnyebb a dolgom. De oda kerültem Kisvárdára. Kaptam kollégákat, nagyon szépen tudtunk együtt dolgozni, a játékosok partnerek voltak, működőképes volt. Tehát a legtöbb helyen működőképes volt. Diósgyőrbe ugye új játékosok kerültek, de azok is ismertek engem, meg én is ismertem őket. Meg ismertem a közeget, hát Miskolc az 30 évig ott éltem a környéken. Meg oda jártam iskolába, meg játszottam a Diósgyőrbe is, meg ott voltam katona, meg ott jártam iskolába, stb. Tehát ha azt veszük, hogy 60 év eltelt, 30 évig borsodi voltam, 30 éve pedig Hajdú-Bihari. Te már hajdúságinak érzed magad? Vagy hát annak? Utána pedig nyilván itt élünk 30 éve, tehát, de én akkor is azt mondom, hogy fele-fele. Fele-fele. Tehát azért csak Borsodban nevelkedtem, gyerekként ott születtem, ott kezdtem el futballozni, viszont itt Hajdú-Biharban lettem úgymond ismertebb, mert azért az MB1 azért az jobban a kirakatban van, mint az MB2 vagy akár MB3-os bajnokságok. Meg hát edzőként is itt tudtam dolgozni, itt értem el eredményeket, úgyhogy ez mindenképpen ez is nagyon fontos állomás. Mire vagy a legbüszkébb pályafutásod során? Én azt mondom, erre a veretlen bajnoki címre mindenképpen büszkének kell lenni, mert nem olyan. Tehát első éven volt, 10 év után kaptam meg az első csapatot, addig dolgoztam becsülettel, 10 év után megkaptam az első csapatot, ugye 7 mérkőzésre, ott jól szerepeltünk, és utána a klubvezetés rám bízta a felnőtt csapatot, és rögtön az első évben veretlenül bajnokok tudtunk lenni. Ez szerintem, mivel hogy nem olyan sűrűn adatik meg, ez azért, bajnokok is lettünk, meg kupagyőztesek is abban az évben. Szerintem az volt a legjobb év. Emlékszel, mikor először betoppant az öltözőbe? Azért 10 évig dolgozol egy klubban, és a felnőtt öltöző
be, te vagy a irányító, te vagy a vezető. Nem volt az nagy váltás. Egyébként is én ilyen irányító típus vagyok. Nem volt az nagy váltás, mert az Olá Gáboron edzettünk a felnőtt csapat itt az egyik öltözőbe, öltözött, mi pedig szembe velük a második csapat, úgyhogy tulajdonképpen ismertünk mindenkit. Mostani Loki meccseket nézed? Természetesen szoktam kijárni, és úgyhogy most is kint voltam a legutóbbi mérkőzésen is. Ahova csak tudok, el tudok menni. Voltam Diósgyőr Kisvárda meccsen, ugye mind a kettőnél dolgoztam, vagy voltam a Köves Diósgyőr mérkőzésen, keleti rangadón, de ami közel van, oda elmegyek. Vagy akár Balmazújvárosban egy Nyíregyháza Győr meccset megnéztem. Tehát ahol pattog a labda, én ott szívesen megjelenek. Nem azért, hogy fúrjam az edző kollégát, mert sokan úgy járnak, mert tudom, hallottam én is, amikor dolgoztam itt is, ott is, amott is, akár Vasasnál is, és ugye már sejteni lehetett, hogy esetleg váltás lesz, akkor elmondta nekem a sportigazgató, hogy ne tudd meg, hogy hányan megkeresték őt, hogy szívesen jönnének oda helyettem dolgozni. Én nem az a fajta vagyok, én nem fogok bejelentkezni sehova. Ha valahova kellek, akkor hívnak, akkor mérlegelem, és ha olyan, akkor nyilván elvállalja az ember, ha nem, akkor pedig nem. De az, hogy én bárhova bejelentkezek, hogy nem gondoltatok volna rám, az nem történhet meg. És kell lesz? Majd kiderül. Ez a 60-as leírva, megnézett 6-ossal kezdődik, ez kicsit nem elrettentő? Hát a nemzetközi bajnokságban vannak még, akik öregebbek is dolgoznak. Akkor csak nem a futballt nézzük, hanem mint magánember, hogy 60 éves vagyok. Hát most, hogyha 60 éves lennék és le lennék lakva, úgymond, de szerintem azért még egy-két hetet letagadhatok, akkor azt mondom, hogy vagy meg lennék fáradva, akkor azt mondom, hogy jó, hagyjuk ezt a dolgot, de én még érzek magamban annyi erőt, hogy dolgozzak akár az első vagy a másodosztályban. Harmadosztályban hívtak, de ott arra azt mondtam, hogy én még szeretnék magasabb osztályban dolgozni, ha megadatik, tehát nem érzem magam ehhez annyira öregnek. Amikor még meg tudok mutatni egy-két dolgot a játékosoknak, akkor szerintem még nem vagyok olyan öreg. És ha kellek valahova, nyilván ez a 22 év tapasztalat, itt ebbe azért vannak nemzetközi mérkőzések is, akár BL mérkőzések, akár Európa Liga mérkőzések, tehát nem olyan közegben dolgoztam én, ahol tele volt pénzzel. A Loki úgy érte el ezeket az eredményeket, hogy nem a legtöbb költségvetéssel bírt. Tehát egy ilyen 800 millió, 1 milliárd körül mozgott a költségvetés, és abból sikerült eredményeket elérni. Úgyhogy nem biztos, hogy az a jó, hogyha most sok pénz van, és sok jó játékos van egy helyen, mert kellenek olyanok is, akik hordják a vizet. Elemér, nem gondoltál, hogy mondjuk fiatalokkal foglalkozzál már, hogy edzőként? Utánpótlásban korábban kaptál Baj Béla díjat, ami igazából nagyjából arra épül, nem? Hogy igen, hát a Baj Béla díj az tulajdonképpen a hosszú időn át végzett kimagasló oktatónevelő munkáját kaptam a minisztériumtól. 14-be. Én mindig is igazából a közel felnőtt játékosokkal dolgoztam, tehát a második csapat környékén dolgoztam. Sőt, volt egy idő, amikor az U16-os korosztálynak besegítettem, mert ugye akkor a 16-17 tavaszán úgy állt a Lokinak a korosztályos csapata, U16-U17, kettőnek az eredménye, közös eredménye kvalifikálta őket, hogy bennmaradnak, vagy kiesik a csapat, és akkor kért fel a Herceg András, hogy tudnék-e segíteni egy pár hónapra, amíg nem megyek Kisvárdára, mert akkor már megvolt az, hogy nyártól Kisvárdán leszek, és akkor besegítettem az U16-nak, hogy ne essenek ki. Aztán végül is bent is maradtunk, úgyhogy továbbra is a Debreceni Akadémia maradt a kiemelt bajnokságban. Mondhatjuk, hogy te lokálpatrióta vagy itt Debrecenben? Hát mondhatjuk, tulajdonképpen a Lokinál 17 évet dolgoztam. Tehát a családod? 15-öt folyamatosan, aztán pedig vissza-vissza tértem. Úgyhogy összesen 17. Egy Győrhöz, Vasas, Főváros, az családod megsínlette, vagy elfogadták? Hát nagyok már a gyerekek. Úgyhogy a feleséged? Jó, hát őnek is megvan a munkája. Nyilván Győrbe eljött, de például Miskolcon se jött, vagy Budapesten sem volt. Nyilván ott töltöttem a hetet, de amikor vége volt a mérkőzésnek, akkor hazajöttem. Tehát most Budapest nincs olyan messze, meg Miskolc sem volt olyan messze. Viszont azt tartom, hogy az edzőnek ott kell lenni abban a városban, ahol dolgozik.
mert a játékosnak tudni kell azt, hogy az edző itt van, és bármikor, bárhol esetleg összetalálkozhatunk, mert akkor nem az van, hogy na jó, eljött az edző, megtartott az edzést, aztán megy haza, vagy megy, ahova akar, hanem igenis foglalkozik azzal a csapattal, foglalkozik azzal a klubbal, foglalkozik azzal a várossal. Nehéz embernek tartod magad? Ha a szakmáról van szó? Nem. Tehát a öltözőben, nem. Játékosok nem, körében? Nem. Szerintem velem ki lehet jönni. Annyi, hogy én szeretem megmondani a játékosnak, hogyha valami nem stimmel. Nyilván ez van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik, de én még senkit meg nem bántottam. Egy játékos sem. Én még az anyját senkinek nem szittam. Ugye azt azért lehet hallani, mert előfordulnak, de én senkinek nem. Tehát mindenkinek próbálom megadni a tiszteletet, viszont visszafelé is elvárom. Volt, ahol a játékosokat magáztam, volt, ahol tegeztem. Most például legutóbb a Vasasnál mondtam a játékosoknak, hogy gyerekek, sokkal jobb lenne, hogyha tegeznélek titeket, de ha valakinek ez problémát okoz, akkor szóljon, mert akkor őt magázni fogom. Úgyhogy nem nehéz velem dolgozni. A klubvezetőknek sem, meg a játékosoknak sem igazából. Úgyhogy itt ez a Vasasnál egy kicsit nekem ez csalódás volt, mert nem tudtam átadni azt a mentalitást, nem tudtam úgy kihozni a játékosokból amit szerettem volna. Nem sok kellett volna hozzá, mert sok olyan mérkőzést játszottunk, ahol egy pici plusz kellett volna ahhoz, hogy megnyerjük a találkozót, és az már adott volna egy kicsi plusz önbizalmat, akkor már több a hit, összetett dolog ez. De összességében én azt szoktam mondani, ha valaki nem tud velem kijönni, nem tud velem dolgozni, akkor baj van, mert én azért alkalmazkodó vagyok. Nyilván, ha valami nem tetszik, akkor azért megmondom. Az nem mindig jó, de lehet velem dolgozni, tehát tudunk kompromisszumot kötni. A keret alkalmas lett volna jobb eredmény elérésére? Igen, csak egy kicsit többet kellett volna. Tehát én úgy éreztem, hogy néhányan meg voltak kényelmesedve. És az meg, jött a pénz, én úgy szoktam nekik mondani, hogy jó, 10-én megjön a nyugdíj, tehát jól el vagyunk, tehát megjött a pénz, ha nyertünk, ha nem. Engem az azért zavart, hogy volt úgy, hogy győztes meccs után is tudtak mosolyogni a játékosok, volt, amikor mondtam is nekik, hogy mondják már el, hogy miért, mert szeretnénk mi is mosolyogni, mert nekünk annyira nincs kedvünk. Tehát én azt éreztem a Vasasnál inkább a sportigazgatóval együtt, mi jobban szerettük volna azt, hogy a csapat benne maradjon, mint esetleg mások. Hát igen, az meg úgy kicsit azért... Az úgy nem az. Működik, az úgy nem, mert nem vagyunk a pályán. De tényleg nem akarok senkit bántani, játékosokat senkit, de azért most is látszik, hogy nem minden úgy alakul, ahogy kellene. Annak ellenére, hogy jó játékosok vannak. Úgymond jó játékosok vannak. De hát az, hogy valaki jó játékos, én erre azt szoktam mondani, nem az a jó játékos, nem az a jó edző, nem az a jó sportvezető, aki magát annak tartja, hanem akit a környezete elismer, és azt mondja, hogy igen, ő ebben vagy abban jó. Edzőként hogy viseled, hogyha nincs munkád? Mit csinálsz, amikor nincs csapatod? Nehezen viselem, mert ugye 12 éves koromban kezdtem ezt a futballt. Előtte is futballoztunk a kis erdőben, de 12 évesen igazoltak le, tehát 48 éve állandóan megyek. És amikor nem kell menni, akkor az egy rövid ideig nem zavar, utána viszont nagyon. De van olyan, hogy úgymond pánik, hogy akár egzisztenciális, hogyha túl sokáig nincs csapatod, akkor valamihez kezdeni kéne? Nincs pánik, nem pánikolok soha, tehát a leghosszabb időszak az a Kisvárda után volt, amikor 8 hónapig nem dolgoztam, de amikor dolgozom, akkor én próbálok tartalékolni, és nem akarom azt, hogy bármikor pánik történjen. Addig megpróbálom elfoglalni magam, tehát próbálok könyveket olvasgatni, mérkőzésekre járok, minden mérkőzést megnézek, meg egyébként dolgozom itthon, tehát a kertet rendbe rakom, meg amiket kell, azokat kijavítom, megpróbálom elfoglalni magam. De ez nehéz időszak, tehát alig várom, hogy valahol mérkőzés legyen, hogy tudjak menni. Teljesen mindegy az, hogy ez utánpótlás mérkőzés, vagy ez NB2-es, vagy NB3-as, vagy akár NB1-es találkozó. Nagyon várom azt, hogy ott legyek. Egyrészt
nem akarom, hogy én arra azt szoktam mondani, hogy muszáj menni, mert nem akarok ilyen gyermekágyi betegségbe esni, amikor a kismamák ugye sokáig otthon vannak, és csak monoton azt csinálják mindig, aztán egy idő után belefáradnak. Úgyhogy én, tehát ehhez szoktam, hogy mindig menni kell, és ez ilyenkor nagyon nehéz, hogy nincs meg a napi munka, de remélem, hogy előbb-utóbb megjön, és akkor újra dolgozni kell. Ha nem, akkor meg majd kezdünk valami másba. Addig segítesz a feleségének felkészülni az esküvőre, meg a születésnapra? Az megvan minden, tehát a gyerekek megoldják, hál' Istennek önállóak, úgyhogy megoldanak mindent. Annyi volt, hogy meghívtak minket, többit megoldják. Mivel készülnek a meglepetésedre? Tudsz már valamit? Jaj, nem. Szereted a tortát? Persze. Az a baj, hogy igen, ezeket édes szájú vagyok, csak vigyázni kell már, mert ugye 30 után is tapad, 40 után is, 50 után is, nem sokára meg 60, aztán azután is tapad, de hát próbálom azért tartani magam, úgyhogy... Mi a kedvenced édességben? Fú, nagyon sok minden, de a csokis jellegű tortákat, azokat szeretem. Van ilyen például csoki musz torta, az nagyon, nagyon jó tud lenni, de sokféle süteményt szeretek. Van valami kívánságod, vagy majd meglepnek? Nincs nekem semmilyen kívánságom, nem kell, hogy meglepjenek. 50. születésnapomon ott megleptek, ott volt egy nagyobb buli, összehívtak mindenkit, de én azt mondom, ugyanolyan nap, mint a többi. Tehát az, hogy most ez 60, utána meg remélem jön a 70. Most még nem mondom azt, mert még van egy szűk hét, de úgy néz ki, hogy akkor ez a 60 ez meg lesz. Tehát ezt már kipipálhatjuk. Van, akinek meg nem adatik meg ezt, hogy ennyit is éljen. És én meg azt gondolom, hogy szerencsésnek érezhetem magam, mert eddig a 60 évig azért tartalmas élet sikeredett. Úgyhogy csak pozitív dolgok. Nyilván voltak negatív dolgok is, de hát azokat az ember elfelejti. De amit az ember kapott az élettől, rengeteg pozitív dolog, az én azt mondom, hogy elégedett lehetek.